Bővült a nézőtere a Litéri Közparknak. A szabadtéri rendezvények folyamatosan növekvő közönsége már nem fért el a padsorokban. Három sorral bővült az ülőhelyek száma. Erre a beruházásra a Bakony és Balaton Líder program közös pihenőpontok pályázatán keresztül nyílt lehetőség. A Falunkért 99 Egyesület elnöke elmondta, büszkék, hogy részesei a közpark és ezáltal a település fejlesztésének. A parkba megvalósult a nézőtérnek a bővítése, kialakítása, körülbelül egy másfél éve már ezt terveztük, és ez most valósult meg. Ezen kívül vízelvezetést csináltunk, azon a részen egy térkövezést, járdaburkolatot készítettünk, valamint beszereztünk még új motorokat a parknak a bővítésébe. A közparkunk ezzel úgy nézzük, hogy egyre népszerűbb, egyre jobban kiteljesedik, nem csak az Egyesület szokott a közparkba fejleszteni, hanem mások is. Nagyon örülünk neki, hogy a nyugdíjasok is elhelyezték azokat az emléktáblákat, amiket ők magukének is éreztek, mi is annak érzünk. Az ünnepélyes átadás után a zöldág ropta. A polgármester elmondta, hogy a helyi néptáncosok, nyugdíjasok és a többi civil szervezetnek köszönhető, hogy Litér meg tudja tölteni a rendezvényeit. Ezért támogatja az őket és a településen élőket érintő fejlesztéseket az önkormányzat előfinanszírozással. Az a szerencsénk, hogy ezért a közpark olyan nagy területen helyezkedik el, hogy az 5 éves igényeket figyelembe véve tudjuk alakítani. Így az 5 éves igénybevétel figyelembe véve lett alakítva és bővítve ugye játszótérre, aztán utána pedig fitness parkkal. Most pedig ugye láttuk azt, hogy egy ilyen nagyobb rendezvényeinken az ülőhelyek száma kevés ahhoz képest, hányan itt szeretnének lenni akár a kultúrája és akár egyéb szórakozási lehetőség szempontjából. Így az igény az adott volt, és mint ahogy 5 évvel ezelőtt, most is partner volt a Falunkért Egyesület. A 4. alkalommal megrendezett hal- és vadfőző versenyen különféle incsiklandó illatok járták át Litért. A domboldalon volt mindenféle vadból készült pörkölt, raguleves, vagy volt például sült hal is. A község baráti társaságai, egyesületei és az összetartó utcák csapatai mellett rendszeresen ellátogatnak a versenyre, nyúl mellől a ravaszdiak is. Hát már 4 éve kezdődött, azt hiszem ez, ugye? Az első is szerintem itt voltunk, és azóta minden évvel jövünk. Hát most egy szarvas pörkültet főzünk, de hogyha elrontjuk, akkor lehet, hogy csak szarvas gulyás lesz belőle. Mi a titka, vagy mitől egyedi a ravaszdi szarvas pörkölt? Hát nem ravaszdi igazából, ez csak most egy sima hagyományos pörkölt lesz. Amúgy egy kis gombát teszünk bele, azzal kicsit megvarítjuk, de azon kívül semmi jellegzetessége nincsen neki. A családias hangulatú napon például az ijászkodás mellett készségfejlesztő játékok és ünnepi előadás szórakoztatta a kilátogatókat a Magyarország Szeretlek országos rendezvény folyam keretein belül.